Idén 100 filmet neveztek a 6. Roma Life közép-európai riport és dokumentumfilm fesztiválra. A romák mindennapjait bemutató filmek célja, hogy minél többen megismerjék és megértsék a cigányság kultúráját. Részlet a 6. Roma Life közép-európai filmfesztivál egyik díjazott alkotásából. A filmek a romák mindennapjait mutatják be. A Front Office című film egyik szereplője maga is cigány származású. Azt mondja, a legfontosabb, hogy minél többen megismerjék a romák kultúráját. Nagyon fontos lenne, hiszen jobban megismernének minket, megismerhetnék a kultúránkat, és hogy nem vagyunk idegenek, illetve nem vagyunk mások, mint bármelyik más ember népcsoport. Azt gondolom, hogy ezek a filmek, ezek erre is nagyon jók. Csak nem 100 filmet neveztek idén a fesztiválra, még külföldről is érkeztek alkotások. A fesztivál 4 filmet díjazunk, és az a célunk, hogy ne is igazából versenyeztessük a filmeket, hanem minél több emberbe kedvet érdeztünk arra, hogy örökítse meg a körülötte lévő valóságot. Akkor a leghitelesebb egy alkotás, ha az készíti, akiről szó van benne, állítja a zsűriben helyet foglaló Pesti László. Végre kezd létrejönni Magyarországon az a roma származású dokumentumfilm készítő réteg, aki a saját népének a problémáit tudja most már feldolgozni, mert annak évtizedes hagyományai vannak, hogy nem romák készítenek a romákról dokumentumfilmet. De most végre a romák készítik a romákról a dokumentumfilmet, és ez paradigmaváltást jelent szerintem. Az oktatási ombudsman szerint a cigányság problémájának kulcsa az oktatásban rejlik. A romákról szóló dokumentumfilmek készítése hiánypótló, és érdemes általuk a díjazott filmek által megismerni ezt a világot. Meggyőződésem, hogy az oktatásban például, ha van kardinális kérdés, akkor az, hogy hogyan tanulunk meg együtt tanulni. A dokumentumfilmeket az Országos Roma Önkormányzat archívumában helyezik el, ahol bárki megnézheti őket.